Pályakezdő fiatal szakemberek, egyetemi főiskolai hallgatók, terepen dolgozók és kutatók munkáját szeretnék segíteni a négynapos táborral. Az országos találkozón megbeszélik az új szakmai elvárásokat, és a legújabb kutatásokról is beszámolnak. Különleges, úgynevezett animált módszerrel szeretnék érdekesebbé tenni a programot. Ennek a módszernek az a jellegzetessége, hogy mint ahogy látszik itt az ornátusomban is, egy keretmesét adunk a résztvevőknek oly módon, hogy beöltözünk az esti programokon is hozzuk, tehát hogy szerdától egészen vasárnap délig ez a mese, ez megy, és a játékokon, az animált időtöltéseken, ez keretein belül ez megjelenik. A találkozón részt vett a Nemzeti Együttműködési Alap új nemzedék kollégiumának az elnöke, Galambos Adorján. Az én elvárásom azon túl, hogy egy jól elszámolt pályázat legyen, pedig az, hogy akik ti itt töltök, azok is kezdetek el gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne olyan megújítási folyamatot indítani a szakmába, amely sokkal-sokkal jobban illeszkedik a mostani célcsoport igényeihez, és írjátok ti is nagyon jó pályázatokat nekünk a kollégiumba, és mutassátok meg azt, hogy hogyan lehet ezt igazán jól csinálni, hogyan lehet ma igazán jó ifjúsági szakembernek lenni. Az érték és az összetartó közösség az egyik legfontosabb tényező az ifjúság kapcsán, mondta Téglási Kristóf, a Család, Ifjúság és Népesedés Politikai Intézet ifjúsági igazgatója. Hogy minden ilyen rendezvénynek és egyébként az ifjúsági munkának, vagy a fiatalokkal foglalkozó munkának is az a célja, vagy az kéne, hogy legyen mindig a célja, hogy közösséget építsünk. És közösséget csak akkor lehet építeni, hogyha valamiféle érték alapú dologban az a közösség megegyezik, és arra épül a közösség, és azt lehet tovább fejleszteni. Általában a különböző generációk között nagy a szakadék, nehezen értik meg egymást. Ezért fontos lenne a közös nyelv kialakítása, egymás megismerése, fogalmazott Pontyos Tamás, az új nemzedék központ projektvezetője. A tábor megnyitó ünnepségén részt vett a polgármester is. Takács László az ifjúkorban szerzett tapasztalatok fontosságáról beszélt. Én azt gondolom, hogy az ilyen verőfényes nyári napokon, ilyen kedves környezetben levő dolgok a szakmai előadásokon túl, majd az én emlékeim szerint az esti közös programokban, beszélgetésekben, borozgatásokban, sörözgetésekben, esetleges főzőcskézésekben fognak kiteljesedni, és egyébként ott jönnek azok a magvas gondolatok, amikből az ember aztán építkezni tud, és nekem a mostani munkámban, a polgármesterségben is visszaemlékezem, hogy ezek nagyon sokat segítenek. És az országos találkozóra összesen 96-an érkeztek. Minden nap előadások, workshopok várják majd a résztvevőket.